A Bartina Néptánc Együttes tagjai szórakoztatták a szekszárdi idős otthonban élőket. A vírus járvány miatt 3 hónapig látogatási tilalom volt az intézményben, és a város vezetése ilyen módon próbált valamiféle kikapcsolódást nyújtani az időseknek, akikhez családtagjaik sem jöhettek látogatóba. A helyzet napokon belül megváltozik. Csütörtöktől szigorú szabályok közepette lehetségesé válik a családtagok és az idősek találkozása. Elsősorban időben korlátozunk a bejövetelt, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy hétfő, kedd és csütörtöki napokon délelőtt kapnak a látogatók 2 órát, illetve a délután folyamán is szintén 2 órát, 1 és 3 óra között. Ami még a korlátozáshoz tartozik, hogy egy látogató egyszerre 30 percet tartózkodhat az intézménybe. Minden belépőnek fertőtlenítésen és lázmérésen kell átesnie, és kötelezően szájmaszkot kell majd viselnie. Részlegesen feloldották a 2020. március 8 óta fennálló látogatási tilalmat a Paksi Életfa idősek otthonában is. 2,5 hónap eltelte után a higiénés szabályok fokozott betartása mellett már a héten találkozhatnak szeretteikkel az idős bentlakók. Én azt gondolom, hogy sikeres volt a védekezés az Életfa idősek otthona tekintetében, hiszen ez már köztudomású, hogy hála Istennek nem volt pozitív eset az Életfa idősek otthonában, illetve még gyanús eset sem volt. Ezért közösen én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtettünk. Látogatásra csak az előzetes telefonon történt egyeztetést követően van lehetőség, kizárólag a közeli hozzátartozóknak.